szerencsére az orvostudomány fejlődésével nem csak az egészségügyi problémákat megoldó tudomány szegmens fejlődik, hanem az esztétikai orvoslás is. Mik azok a legújabb vívmányok, amiről most érdemes beszélni? A szemkörüli plasztikákról, ha ejtünk egy pár szót, akkor ugye a szemkörüli szövet sokkal kevesebb kollagént tartalmaz, ezért a leghamarabb a szemkörüli szövetek szoktak megereszkedni, úgymond ilyen lógószemhéj alakul ki, és ezeknek az esztétikai megoldása viszonylag fiatal korban szükségessé válhat. Jelenleg a lézeres szemhéjplasztikák emiatt egyre jobban fejlődik technológia, hogy a betegek minél kevesebb komplikációval és minél hamarabb visszakerülhessenek a munkavilágába. A bőrtónusát különböző plasztikai sebészeti anyagok feltöltésével lehet fokozni. Ennek inkább az arcon van jelentősége. A szem körül, legfeljebb az alsó szemhéjnál tudjuk ezeket a kozmetikai töltőanyagokat alkalmazni. A felső szemhéjnál, amennyiben a bőrlazasága alakul ki, akkor ki kell metszeni néhány centimétert, és a két bőrfelszínt nagyon finom szemészeti varatokkal összeilleszteni, hogy a fiatalkori kinézetét vissza lehessen adni a pácienknek. A lézersebészeti eljárások lényege, hogy sokkal finomabb meccéseket lehet ejteni, és a meccéssel együtt vérzéscsillapítás is történik, hiszen a lézernek a hőhatása koagulálja, tehát összehúzza azokat az ereket, amelyekből vérzés alakulhat ki. Attól függetlenül, hogy viszonylag egy kis terület és könnyűnek tűnik, de azért ezt mindig megfelelően és tapasztalt szakembernek kell végezni, főleg az alsó szemhéj kifordulása nagy veszélyt jelent, ezért nyilván rutinos szakembernek kell végeznie. A lézeres beavatkozásnál az az előnye, hogy sokkal kevesebb vérzéssel jár, illetve gyakorlatilag vértelenül lehet megcsinálni a műtétet. Ha nincsen olyan anatómiai szövete, része a szemnek, amelyet valamilyen lézerrel ne lehetne kezelni, és ez arról nyilvánvalóan nem kivétel a szemkörüli szöveteknek is a kezelése. Tulajdonképpen az összes plasztikai beavatkozásoknál a széndioxid lézer használata egy jobb sebb gyógyulást és egy szebb kozmetikai eredményt tud biztosítani. Könnyen elképzelhető, hogy ugyanezzel a technológiával később egyéb arcesztétikai műtéteket is meg lehet csinálni? Ezek a lézerkészülékek alkalmasak arra, hogy ilyen rejuvenációs módszerrel a bőrt kvázi megfiatalítsák, egybekötve a lézeres szemhéjplasztikával egy füst alatt ezt akár meg lehet csinálni. Ennek az a lényege, hogy nagyon picike kis, gyakorlatilag ilyen égéseket készít a bőrön, viszont ezek nem mélyen mély lézeres hegek, hanem felszínesek, és ezáltal ösztönzik arra, hogy a bőrnek a saját kollagén termelése meginduljon, és feszesebbé váljon a bőr. Fiatalabb hölgyeknél elsősorban kozmetikai indikációja van ennek a műtétnek, szebbnek, fiatalabbnak, fittebbnek szeretnének kinézni, és tulajdonképpen ez a műtét ezt az életérzést vissza is tudja adni és biztosítani tudja. A legmodernebb készülékek már nagyon kíméletesen tudják ezt megcsinálni, és kevesebb bőrpír lesz, kevesebb gyulladás, viszont sokkal tovább, akár egy évig is megtart az eredménye. A szemhéjplasztikák pedig hosszú éveken keresztül tartják a formájukat.